Ma a fideszes állampárt akarja kinevezni a színházigazgatókat. Holnap megszabják, milyen darabokat lehet csinálni. Ez cenzúra, írja Kunhalmi Ágnes. Az MSZP választmányi elnöke szerint a kormány az iskolák és a kórházigazgatók szájára már szájkosarat tett. Most a színházakat akarja elnémítani. A stúdióban Kunhalmi Ágnes. Jó estét kívánok, egy tüntetésről? A tüntetésről? Igen, a tüntetésről, úgyhogy majdnem nem is értem ide, mert olyan sokan voltak, hogy alig bírtam. Ott eloszlott a tömeg, tehát nem lett ebből vonulás ide-oda. Nem. A színházba járó emberek, azok nem vonulnak. Vonulnak a fiatalok, vonultunk jó pár évig, de sokan voltak. Tehát szerintem többen voltak együttvéve, mint a CEU meg az MTA tüntetésen együttvéve. Én megmerem, 8-10 ezer ember biztos, hogy volt. Ami ugye azért érdekes, mert látszólag a kormány egy olyan területnek megy neki, ami 8-10 ezer embert mond, hogy 20-30 ezer embert érint, és az összes többi mondhatná azt, hogy mit nekem, hát nem megyek, így se járok színházba, vagy ezután sem megyek. De valahogy mégis itt, mintha most valami mást találtak volna el, egy fájóbb pontot, mint mondjuk a pedagógusoknál, amit szintén nem ért az ember, hogy az miért nem fáj mindannyiunknak. Ez érdekes dolog, azért ez az egész dolog beleillik egy mintázatba. Ha megnézzük, azért itt a CEU, az MTA, most a színházak. Egyrészt a hatalom az olyan autoriter, diktatúrára hajazó, vagy abba egy kicsit fordulni szerető hatalom, szeret mindent kontroll alá venni. És az, hogy az önkormányzati választásokat elvesztette a Fidesz, bele vannak betegedve. Hogy a fővárost elvesztették, a jelentős vidéki nagyvárosokat, nem bírják megemészteni, és azt a folyamatot, amit egyébként Köcsén elmondott Orbán, hogy most nekünk innentől kezdve saját kultúránk lesz. A saját embereink fogják megmondani, hogy mi a jó, mi a nem. Na nem a néző, meg nem a szabad művészek, majd mi megmondjuk, hogy mit kell nézni, mit kell olvasni, és szépen lépkednek afelé, egész egyszerűen most jutottak el odáig, hogy elkezdjék kóstolgatni ezt a területet, csak itt megint egy olyan érzékeny pontra tapintottak, azért nem 10-20 ezer embert érint ez a terület, hanem sok százezer embert. Na de hogyha ebből indulnak ki, majd ők megmondják, hogy mit kell nézni, olvasni, hallgatni. Ez soha a történelem során egyetlen diktátornak, diktatúrának, rendszernek nem sikerült. Ez így van. Minél erősebben nyomták, hogy mit kell, annál erősebb volt az az ellenszél, amelyik a mélyben egy egészen másik kultúrát épített és tartott fenn. Így van, és azt gondolom én, hogy fél évvel ezelőtt, tehát az önkormányzati választások előtt talán még nem szólalt volna meg ennyi nagyhírű művész, hogyha ilyen lépéseket tesznek. Vagy mondjuk kineveznek egy államtitkárt diploma nélkül. Fél évvel ezelőtt még azt mondták volna, hogy ó, még ezt is megcsinálhatja a Fidesz. Történt egy törés, valami megroppant az önkormányzati választáson, hál' Istennek, és innentől kezdve nem hazudtolja meg magát ez a hatalom, hiszen a cápa nem fog tudni hínár tenni. Ezeknek folyamatosan menni kell előre, és ne felejts el senki azt, amit Kövér László elmondott a választások előtt, hogy most kell tönkretenni a hazai ellenzéket, most kell tönkretenni a másképp gondolkodókat, most kell elfojtani. Én miért nem emlékszem erre a mondatot? Biztos, hogy emlékszik, mert még itt ebben a stúdióban is megbeszéltük. Ez most nem sikerült nekik, a nép egy része az önkormányzati választáson megállt parancsolt, de senki ne higgyen annak, hogy majd itt a Fidesz a szebbik arcát fogja mutatni a köztársaság párti önkormányzatok irányába, meg azt kommunikálja, hogy majd meg fogunk egyezni, nem fogunk benneteket bántani. Hát már megzsarolta, hogyha a kormány ellen mertek szavazni, nem fogtok kapni egy fillért se. És nézzük meg, azóta az iparűzési adót pántlikázzák, bekorlátozzák, hogy mire lehet használni. Utána, ez a közlekedés, ugye? Így van. Utána jön az ezzel párhuzamosan, vagy ezzel együtt az építésügyi hatóságok államosítása. Most lényegében, hogyha nem tudod fönntartani te, mint önkormányzat a színházadat, akkor jöhetsz az államhoz pénzért, majd lesz 30 napom, hogy én eldöntsem, hogy akkor téged finanszírozlak vagy sem, vagy beszállok, segítek vagy sem, igen ám, de ha beszállok, akkor én mondom meg, hogy ki lesz az igazgató. Ma még ugye az állam megmondja, ki az igazgató, holnap megmondja, hogy milyen darabokat lehet játszani, és Pintér Béla
Attila fog utánam jönni, ami egy megtiszteltetés, hogy abba a székbe fog ülni, amiben előtte én ülök. De ő mondta... Nagy PTB-re rajongó? Nagy, nagy. Az a baj, hogy alig lehet jegyet kapni, és ez a lényeg, hogy ebben van a Fidesz belebetegedve, vagy akik egyébként sugdossák Orbán Viktor fülébe azt, a jobboldali alkotók, hogy némítsátok el ezt a világot, hogy takarítsuk el őket, azok jobb lenne, ha azok a jobboldali alkotók azzal foglalkoznának, hogy teltházas színházakat csinálnak. Mert éppen a Nemzeti Színház is 15 milliós veszteséggel van, és üresek, csak úgy tudják a színházi sorokat föltölteni a jobboldali vezetésű színházakban például, hogy a gyerekeket beviszik osztálykirándulás gyanánt a színházakban. Ami egyébként önmagában nem baj. Nem lenne baj. Hanem csak ezzel pótolnák a erről nézőt. Erről van szó, de meg kell érteni azt, és ezt fogalmazta meg művész úr rendkívül jól, hogy szabadság és kritika nélkül nincs színház, mert akkor unalmas lesz és hazug. Így van. Az különbözteti meg a, hogy mondjam, a ő általuk mi világunknak nevezett baloldali, demokratikus, szabadon gondolkodó embereket, mert itt nagyon sok jobboldali színházrajongóról is beszélünk, akik szeretnek szabadon gondolkodni, hogy mi a mi saját pártjainkat, politikusainkat ugyanúgy kritizáljuk. Az más kérdés, hogy hova szavazunk. De mi mindig megkérdőjelezzük, hogy jól van-e úgy a világ, és nem vagyunk bólogató Jánosok, meg olyan csinovnyikok, akik lényegében kiszolgálják. Na, azt akartam kérdezni, pont bólogató János, hogy járt ma a parlamentben, hát ma ülés volt. Beszélt fideszes politikussal? Kérdezte, hogy mit gondol erről az egészről? Nem. Nem, így szemlesütve mennek el. Nem is nagyon, teljesen tehát más. Nem beszélnek egymással, nem találkoznak nagyon kevesen, a büfében? Nagyon kevesen vannak, akivel egyáltalán szót lehet érteni. Az Oktatási és Kulturális Bizottságban vannak, amelynek alelnöke vagyok. Ott van két-három olyan fideszes kollega, akivel lehet beszélgetni, de mindig azt mondják, hogy te nem lesz ez olyan rossz, megint egy kicsit túlosztok, Ági. Majd meglátod, hogy megint egy kicsit eltúlzod ezt az egészet. Egy kicsit olyan, mint amit a Vidnyánszki szokott csinálni. Hogy ne ijedjetek meg, barátaim, ennyire. A közleménye is olyan semmit mondó, de a nap... De egyetértő. Hát persze. Na de a Damoklész kardjával pont az a baj, hogy ha ott lebeg egy színházigazgató feje fölött, akkor az már egyfajta a lefogott kézhez hasonló szabadság. Tehát, hogy hadonászhatsz, de majd néha megfogom a kezed. Így van. Nem bezárni akarják a színházat. Annál okosabbak. Tehát nem eleve eltakarítani mindent, hanem pórázon tartani. Hogy érezd a félelmet, érezd, hogy nem tehetsz meg mindent. Nem kell itt társadalom kritikus darabokat csinálni. A mindenkori kormányt kritizálni, görbetükröt tartani. De miért félnek tőle? Hát de... Mert a társadalom kritikától Hofi Géza Kádár minden... Jánosnak beszélt a mikroszkóp színpadon a legnagyobb örömmel, meg a Madácsban. Így van. Mert hogy ott ült Kádár, és akkor neki lehetett mondani azt, amit egyébként mindenkinek Na mondott. De hát kérem, ma lássuk már be, hogy rosszabb életet élünk, mint a 80-as évek Magyarországán. Amennyiben? Hát például a Soros György már irodát tarthatott fent a 80-as évek végén Magyarországon. Egyébként meg elkezdte finanszírozni Kövért meg a fideszes Orbán Viktort. Tehát már itt lehettek a nyugati, most szidott emberek abban a rendszerben. Erre mondanák most, vagy most is itt vannak, csak mások. De akár érem, Soros György is fenntartott itt irodát, senki nem akadályozza. Most rosszabb a rendszer, és meg kell érteni azt, hogy a következő évek, amik várnak ránk magyarokra, és a köztársaság pártiakra, az egy nagyon kemény harc lesz. És azért keményebb, mint a rendszerváltás idején, mert sokan hasonlítják ezt a rendszert, hogy most megint neki kell fognunk, és édes lányom, ahogy a szüleim meg a rokonok szokták mondani, hány harcot csináljunk még végig ebbe az életbe. Egyrészt meg kell értetni a magyarokkal, hogy a demokrácia, a jólét, a szabadságunk, az életünk, az nem magától értődik. Azért újra meg újra minden nemzetnek meg kell harcolni, és vannak generációk, akiknek többször is. A másik pedig azért mondom, hogy még keményebb harc lesz, mert most nem egy elhaló külső hatalom ellen, ami egyébként is széteső félbe volt, az ellen kell mennünk és kitalálni az új rendszert, hanem bizony most a magyar társadalomnak a saját démonai, a félelmei, a saját csalódottságával kell szembenéznie, és újra el kell hinnie, talpra kell állítani a saját magát, a környezetét, és ezt az egész országot, hogy igenis Magyarországban több van, és jobban lehet ezt csinálni. Még akkor is, ha a jóléti rendszerváltás ideájában most legutóbb csalódott. Neki kell újra menni, mert ez az ország jobb és jobb emberek lakják, mint amit ezek az emberek, vagy a Fidesz kihoz belőle. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget.